Sziasztok, Babarci Zsuzsanna vagyok a Babarci Pincészettől. Illatos húsgolyókat fogok készíteni gombás poréhagymás tésztával és sajóolivérrel. Először elkészítem a húsgolyókat. A húsgolyóknál nagyon fontos a fűszerezés. Friss darált marhahúshoz adok egy mokkáskanálnyi sót, egy mokkáskanálnyi koriander, egy kis római köményt, fehér borsot, fokhagyma granulátumot, és egy kis dijoni mustárt. Citrombors kerül még bele. Worcester sauce, balzsamecet, friss zsája, citromfű. Jön bele olívaolaj és a tojás. Miután belekerült minden fűszer, alaposan elkeverem, és félreteszem pihenni. Amíg a hús pihen, elkészítem a szószt, beleteszem a vajat a serpenyőbe, egy kis olívaolajat, és egy nagy szemű sót. Ha elolvadt a vaj, akkor beleteszem a póréhagymát. Rögtön jöhet a fokhagyma is. Ezt egy picit puhítom, és jöhet a gomba. Adok még hozzá egy kis sót, és fehér borsot. Azért választottam az ésőolivért ehhez az ételhez, mert az étel nagyon fűszeres, könnyű, illatos, ugyanígy elmondható ez az ésőolivérborról is. Egyébként a legkorábbi fajtánk, amit augusztus végén szüretelünk. Babarci Pincészet Pannonhalmi borvidéken található, egész pontosan Győrújbaráton. 65 hektáron dolgozunk, családi pincészet vagyunk, és fehér reduktív borokat készítünk. Megpuhult a gomba és a póréhagyma. Jöhet a tejszín, és egy kis szerecsendió, és még egy kis zsáját teszek ebbe is, hogy a húsba is, itt a szószba is. A tésztának feltettük a vizet forni, addig el tudjuk készíteni a húsgolyókat. Kis húsgolyókat készítsünk, akkor hamarabb megsül, és finom ropogós lesz. Serpenyőbe olajat öntök, és ebben fogom kisütni a húsgolyókat. Visszateszem a szószt, újra megmelegítem, és belemerem a tésztát. Teszek bele petrezselymet, nem baj, ha egy picit durvára vágtuk, és egy kis parmezánt. El is készült az ételünk, Isten illatok vannak a konyhában. Ajánlom hozzá az ésőolivérborunkat, ami nagyon-nagyon jól kiegészíti ezeket az illatokat és ízeket. Jó étvágyat kívánok!